Jó estét kívánok, illetve elnézést, már is elrontottam, mert még nincs este, de olyan még ilyen sötétben itt nem voltam, úgyhogy kicsit furcsa. Hát ez ilyen relaxációra is való ez a délután, úgy tudom, ezt a légkalapács egy kicsit ellensúlyozni fogja. Minden esetre úgy gondoltam, hogy talán egy ilyen délutáni relaxációra néhány mese alkalmas lenne. Ezek olyan mesék, amik gyerekeimmel kilettek próbálva annak idején, talán egy kivételével, ami az én kedvencem volt, de az a legszomorúbb, vagy illetve a legborzalmasabb. De annyira azért nem lesznek borzalmasak a mesék. Úgyhogy még annyit, hogy azt többen állítják, hogy el lehet aludni a hangomtól. Úgyhogy akinek úgy jön, az engedje át magát a varázslatnak. Az első mese az a Pergüntből, illetve a Pergünt alapján készült átirat. Élt a régi világban, a Gudbrand völgyben egy híres, nevezetes vadász, Pergünt. Örökösen a hegyeket járta, medvét, farkast, vaddisznót lőtt, mert abban az időben még sokkal nagyobb erdőségek voltak, ahol megbújhatott az ilyen veszedelmes vad. Történt egyszer, hogy ősz vége felé, amikor a hegyi szállásokról már régen hazahajtották a jószágot a pásztorok és pásztorlányok, Pergünt megint nem nyughatott, a hegyekbe, vadon erdőkbe kívánkozott. Mire a pásztor kunyhóhoz felért, ahol meg akadt szállni, korom sötét volt, egy arasznyira se látott az orra elé. Ráadásul kutyái is égtelen ugatásba kezdtek, úgyhogy megborsozott a háta, pedig nem volt ijedős természetű. Egyszer csak belebotlik valamibe, és ahogy oda nyúl, érzi, hogy hideg és síkos, mint a gyík vagy a béka, de sokkal nagyobb. Hogy ott van a kunyhó előtt, abban bizonyos volt, az utat nem védhette, hiszen úgy ismerte ezt a környéket, mint a tenyerét. Ki ez itt? Kérdezte, mert mikor hozzáért a kezével, mintha megmozdult volna az a valami. Ej, hát a görbe! Felelte egy hang a sötétből. No, Pergünt ezzel se lett okosabb. A trollfajzattal sokszor volt ugyan dolga, mert ahol érte, pusztította őket, de ilyen nevűt nem ismert közöttük. Pedig ez úgy beszél, gondolta, a nevét is úgy mondja, mintha elvárná tőlem, hogy legalább hírből ismerjem. Na mindegy, ha még olyan otromba nagy jószág is, valahol csak vége van, eltapogatózom mellette odáig, ahol megkerülhetem, úgy csak bejutok a kunyhóba. Ment egy darabot, de odább megint belebotlott valamibe. Ki ez itt? Kérdezte újra. Ej, hát a görbe. Felelte az előbbi hang. Nem bánom én, ha görbe vagy, ha egyenes, csak keresztbe a házba dohogott Pergünt, mivel most már látta, hogy körbe-körbe topog az a valami a kunyhó köré tekeredett. De úgy látszott, véletlenségből eltalálta, mit kell mondania, mert ezekre a szavakra a görbe megemelkedett, odább mozdult, és Per bemehetett a pásztor kunyhóba. Bent éppen olyan sötét volt, mint kin, úgy kellett kitapogatnia a falat, a fal mellett botorkált tovább, hogy a sarokba letegye a puskáját, tarisznyáját. Egyszer csak megint érzi, hogy valami ott van, hideg és síkos, mint a gyík vagy a béka, de sokkal nagyobb. Ki ez itt már megint? Kiáltott rá. Ej, hát ki lenne? A nagy görbe. Felelték a sötétből, és akárhova nyúlt, akárhova lépett, mindenütt beleütközött. Noha kin is ez a görbe van meg ideben is, hát én nem jó helyen vagyok itt, gondolta. Különben majd teszünk róla, hogy ne legyen mindenütt láb alatt, eltakarítjuk az útból. Fogta a puskáját, és kiment, eltapogatózott odáig, ahol a fejét érezte. Hadd tudjam végre, miféle szerzet vagy? Kérdezte. Hát én vagyok az Etne völgyi nagy görbe, felelte a hatalmas troll. Pergünt most már tudta, kivel van dolga, és azt is tudta, hogyan kell cselekednie, ha végezni akar vele. Két golyót eresztett villámgyorsan egymás után a koponyája kellős közepébe. Lőj még egyszer, biztatta az ördög fajzat.
De Per nem ment lépre, tudta, hogy a harmadik golyó visszapattanna rá. Füttyentett a kutyáinak, aztán megfogták a kimúlt ördögfajzatot, és elvonszolták az útból. Körös körül a buckák, sziklák között mindenütt vinyogtak, röhögtek, így csúfolták a vadászt. Pergünt is húzta, de a nehezét a kutyákra bízta. Másnap reggel megint vadászatra indult Pergünt. Alig ment egy darabon, meglátott egy asszonyt, amint kecskéit, juhait terelgeti a hegygerincen. De mire odaért, eltűnt az asszony is, meg a nyája, ahelyett nagy medvecsorda volt ott. Ennyi, gondolta magában Per. Medvecsordát is most látok először, mióta eszemet tudom. Abban a pillanatban a medvékből vatkanok lettek, és eltűnt az egész falka, csak egyetlen egy maradt ott. Egy bucka mögül ezt vinyogták. Júj, kandisznó, most jársz szorszul, Pergünt van itt, mordályostul. Per most már bizonyosan tudhatta, amit addig is gyanított, hogy az ördögfajzatok incselkednek vele, új meg új alakot öltenek magukra, hogy őt megijesszék, vagy megtévesszék. Gyorsan célzott, lelőtte a vatkant. Körös körül a hegyi réten csúfondáros vihogás hallatszott. Per lehúzta a vatkan bőrét, levágta a fejét, a többit meg elásta a görgetegen a kövek alá. De a bőrt meg a fejet magával vitte. Haza menet egy jól megtermett rókával találkozott. Ne te, ne kövér báránykám, hova futsz? Visították egy buckáról. Per, a mordájt kukra tartja, fess, ha tudsz. Hallatszott a túlsó hegyoldalról, mert Per abban a pillanatban vállához emelte a puskát, célzott, s lepuffantotta a rókát. Azzal is úgy bánt el, mint előbb a vatkannal, bőrét, fejét magával vitte, és mikor hazaért, a kunyhó bejárata fölé szegezte a két állatfejet. Tudta, hogy ha ezt meglátják az ördögfajzatok, nem mernek oda tolakodni. Azután tüzet rakott, és feltette a levest főni, de olyan rettenetes füst volt, hogy majdnem megvakult, ki kellett nyitni a tenyérnyi szellőző ablakot. Abban a nyomban ott termett egy trollfickó, és bedugta hosszú orrát a lyukon. Olyan hosszú orra volt, hogy beért a kürtőbe. Ez aztán orr, ilyet se láttál még, dicsekedett. Ez aztán leves, ilyet se ettél még, mondta Per, és orrára öntötte az egész fazéklevest. No, az ördög fickú gyorsabban húzta vissza az orrát, mint ahogy bedugta, menekült keserves óbégatással. Körös körül, a buckákról, halmokról meg nevették a baját. Levest az orrodra, levest az orrodra! Most egy ideig csend volt, de nem sokáig. Akkor megint robogás, zsivajgást hallott Per. Kinézett, és egy medve fogatot látott, a trollok feltették a kocsira a nagy görbét, az Etne völgyi öreg manót, és elhajtottak vele a hegyekbe, hogy ott tisztességgel eltemessék. Míg Per az ajtóból utánuk nézett, leereszkedett a kéményen egy veder víz, és eloltotta a tüzet. Vak sötétségben maradt, és körös körül minden zegből, zugból röhögtek, csúfolták. Most Per is szorul majd, mint a pásztorlányok. Per fogta a puskáját, tarisznáját, füttyentett a kutyáinak, belakatolta az ajtót, és elindult észak felé a pásztorszállásra, mert tudta, hogy ott még van három lány. Mikor felhágott a hegyre, ahonnét ellátott a kunyhóig, mintha lángok csaptak volna fel ott. Ugyanabban a pillanatban farkasfalka állt el az útját. Jó néhányat lelőtt, a többi megfutott. De ahogy odaért a szállásra, vastag sötétség volt kinn is, benn is, még egy tűzfény sem szűrődött ki az ajtórésen. Az ajtóban őrt állt egy ördögfajzat, arra rálőtt, de ezúttal elvétette a lövést, a fickó megfutott. A konyhából a lányok kiáltozása hallatszott, éppen jókor érkezett a segítségükre. Három ember alakot öltött troll hajkurázta a pásztorlányokat, kettő közülük félholt volt az ijegységtől, de a harmadik, akinek, mint a faluban mondták, hiányzott egy kereke, nem félt a manóktól, azt mondta, jöjjenek, csak majd ő megregulázza őket. Az ördögfajzatok mihelyt észrevették, hogy Pergünt a szobában van, üvöltöztek, óbégattak, kékre-zöldre verték egymást a sötétben, azt hitték, hogy Pergüntöt ütik. Egyik a kéményen bújt ki, másik az ablakon, harmadik az ajtón, és menekültek eszeveszetten. Pergünt hazakísérte a három pásztorlányt a faluba, mert most már a világ minden kincsért sem maradtak volna ott a hegyi szálláson. Pergünt is hazament a maga falujába, a Gudbrand völgybe, de megint nem sokáig nyugodott. Karácsony előtt ismét útra kerekedett. Hallotta ugyanis, és az ilyenféle híreket sohasem eresztette el a füle mellett, hogy a Dovrehegyen egy tanyán csak úgy nyüzsögnek a manók minden karácsony este, annyian gyűlnek oda, hogy a gazda kiszorul a házból, be kell kéreckednie valamelyik szomszédjához.
No, oda ellátogatok, gondolta Per, mert kedvét lelt az ördögfajzatokban. Rongyos kordusnak öltözött, aztán előszólította kuckójából a kedves medvéjét, mert volt egy szelíd medvéje, és most azt akarta magával vinni utitársul. Tarisznyájába tett mindent. Tűzőárat, szurkos vonalat, sörtekefét, ő tudta, mire kell neki, és elindult a Dovrehegyi tanyára. Mikor odaért, megkérdezte a gazdát, nem fogadná ebbe éjszakára, mert nincs hol meghálnia. Az meg összecsapta a kezét. Jóságos Isten, még hogy én szállást adjak valakinek, hiszen jó magam is kiszorulok a házamból minden karácsony este. Ördögfajzatok tanyája ez, csak úgy hemzsegnek itt. Per fogadkozott, hogy ő kitakarítja onnan a manókat. Addig beszélt, míg a gazda beeresztette, még a disznóbőt is odaadta neki az ágya elől, mert Pernek arra is szüksége volt a tervéhez. A medve a kemence mögé heveredett, Per meg előszedte tarisznyájából a cipészszerszámot, kellékeket, és az egész disznóbőrből egy nagy cipőt szabott, ügyesen megvarta, és a madzak helyett jó erős kötelet fűzött bele, mégpedig úgy, hogy körül a szélét is összehúzhatta egyetlen rántással. Két tekerőfát is hozott a tarisznyájában, azokat is kikészítette maga mellé a patkára, hogy kéznél legyenek. Éppen jókor, mert jöttek is már a manók, nagy kurjongatással, hegedű szóval betódult az egész sereg a szobába, és úgy viselkedtek, mintha otthon volnának. Egyik asztalhoz ült, neki esett a lakomának, másik táncra kerekedett, de soknak nem kellett a gazdasszony főztje, békát, kígyót sütöttek maguknak a parás felett, mert az a trollok kedves étele. De kevés idő múlva észrevették a nagy cipőt, valamennyien fel akarták próbálni, és persze tülekedtek, taszigálták egymást egy se várt sorára. Pergün csak azt várta, hogy mindnek a cipőben legyen a fél lába, akkor villámgyorsan megrántotta a kötelet, összehúzta a szélét, a kötelet meg feltekerte a fára, és így szerencsésen megfogta az egész ördög sereget. Most kidugta az orrát a medve is a kemence mögül, megérezte a pecsenye szagot. Egyik ördög fickó oda kiáltott neki. Kell-e kolbász, komám? És egy békát úgy forrón, ahogy a parás közül kivette, a medve tátott szájába hajított. Karmoly pofosz talpas, biztatta Pergünt a mackóját, de biztatni se kellett, úgyis felmérgesítette a gonosz tréfa. Neki esett a rusnya fajzatnak, karmolta, pofoszta, amelyiket érte. Per meg a tekerőfával csapott közéjük. No, a manók nem várták meg, amíg valamennyiüknek betöri a fejét, ugráltak fél lábon kifelé, menekültek, amilyen szaporán tudtak. Pergüntnek maradt a jó karácsonyi vacsora, ott töltötte a két ünnepet is, vígan élt, evett, ivott, henyélt. Jó néhány évvel később történt, ugyancsak karácsony előtt való napon, hogy a gazda fát vágott az erdőn az ünnepi sütéshez, főzéshez. Egyszer csak látja, hogy kidugja a fejét a fák közül egy troll. Megvan-e még a fehér cicuskád, gazda? Kérdi messziről, mintha nem merne közelebb jönni. Megvan, hogy ne volna, feleli az ember. 9-et kölykezett tavaly előtt, és a fiai mind nagyobbak, erősebbek nálánál. No, akkor hozzá se jövünk többet, ne is várj bennünket, kurjantott a manó, és visszabújt a sűrűbe. Attól fogva színét se látták az ördögfajzatoknak a Dovrehegy környékén. Békességük volt a pásztorlányoknak, és a magányos tanyákon is békességben ünnepelhették a karácsonyt. Pergünt nevét pedig mindmáig emlegetik, nem csak azon a vidéken, de egész Norvégiában. Hát ez volt az első mese. Ez lesz a legkísértetiesebb, és utána kevésbé kísértetiesek következnek, és egyben a legprimitívebb is, mert ez egy indián mese, annak az átdolgozása. A halálból visszavált leány. A vörös rókának nagyon rossz a híre. Úgy mondják, hogy akárcsak a hiéna, a vörös róka is kiássa és felfalja az elhullott dögöt, és azt is mondják, hogy az üvöltése mindig bánatot, gyászt jelez. Valamikor réges-régen vörös volt a vörös róka egész írhája, és nagy története van annak, hogyan lett fekete a négy lába. Az állatok törzsfőnöke nagy lakomára hívta meg a föld minden állatát. Amikor a törzsfőnök követe megjelent a róka előtt, az megkérdezte: és mit adnak enni a vendégseregnek? Tortillát, mondta a követ.
Na, ezért nem érdemes olyan messzire elmennem, üres tortilláért még a kapu mellé sem megyek ki. Tortillát itthon is ehettem. Azzal döjfösen hátat fordított a követnek. A követ jelentette a törzsfőnöknek, hogyan fogadta a róka a meghívást, s hogyan bánt vele, aki pedig a minden állatok főnökének követe. Ez így nincs rendjén, mondta a főnök, menj vissza a vörös rókához, légy nagyon udvarias, és mondd meg neki, hogy finomabbnál finomabb pecsenyék kerülnek majd az asztalra, s valamennyit nagy tudományú főzőasszony készíti el. Tetszett ez a beszéd a vörös rókának, és megígérte, hogy idejében megjelenik a vendégseregben. Mikor a követ elment, neki állt szépítkezni, haja meg a négy vörös mancsa végül csillogott, mint a szép vörös réz. A vendégsereg udvariasan, hízelkedve fogadta a vörös rókát, a főnök meg egyenesen megkérte, telepedjék le a főhelyre, a tűz mellé. Tetszett a beszéd a vörös rókának, el is foglalta a főhelyet, gondolta, hogy ott majd kényelmesen eheti, kihatik, és a legjobb falatokat halászhatja ki magának. Gyűltek, gyülekeztek az állatok, a konyhában már alig volt szabad hely, a vörös róka egyre közelebb szorult a tűzhöz, s kezdett nagyon melege lenni. Egy idő múlva nem is bírta tovább a hőséget, fölállt, hogy odébb megy, de alig, hogy fölállt, hátulra meglökték, a róka beleesett a tűzbe, kegyetlenül megégett mind a négy lába. Nyögve, jajongva szaladt haza a nagyanyjához, az vezette ugyanis a vörös róka háztartását, akkoriban ez a szokás járta. Az öreg asszony azonban nem vigasztalgatta a vörös rókát, hanem így beszélt. Rászolgáltál arra, miért? Ezzel a szenvedéssel két nagy bűnödért vezekelsz, mert bűnt követtél el azzal, hogy udvariatlanul bántál a követtel, és bűnt követtél el azzal, hogy udvariatlan voltál az összegyülekezett vendégsereggel is. Miért kellett neked éppen a főhelyre telepedni? Nem illet az meg téged. Ha letelepedtél volna szép szerényen az ajtó mellett a sarokban, nem ért volna ez a nagy baj. A vörös róka legszívesebben összepörölt volna az öreg anyjával, de nem mert feleselni vele, mert az öreg pörlekedett ugyan, de közben bekötözte a sebeit, és mikor ezzel végzett, nyomban táncra kerekedett, a gyógyító táncot járta. A vörös róka öreg anyja táncolt egész éjszaka, a vörös róka meg nyögve, jajgatva kuporgott a sarokban. Mikor megvirradt, az öreg abbahagyta a táncot, leszette a kötést az unokája lábairól. Az égési sebek begyógyultak, ám korom fekete maradt a vörös róka mind a négy lába. Jaj, a lábaim, az én szépséges vörös szőrű lábaim, jaj, veszékelt a róka. Minden lány kinevet, ha meglátja a fekete lábaimat. Jaj, soha többé nem mutogathatom a lábaimat, soha többé nem mehetek a táncba. A vörös róka öreg anyja alaposan kimerült az egész éjszakán át tartó táncban, nem is hederített az unokája jajongására, összehúzódott a vackán, s mély álomba merült. Mikor a vörös róka észrevette, hogy öreg anyja mélyen alszik, fogta magát, kiosont a kunyhóból, a törzsfőnök vigvamja elé állt, és ott panaszos üvöltésbe kezdett, hosszan elnyújtottan üvöltött, s olyan hangosan, ahogy csak bírt. Volt a törzsfőnöknek egy gyönyörű szép lánya, titokban minden állat szerette ezt a szépséges leányzót. A vörös róka is szerette, olyan mélységes szerelemmel, amire csak képes volt ez a balga teremtmény. Röviddel azután, hogy fölhangzott a vörös róka panaszos üvöltése, a szép lány megbetegedett, s hiába hívták el hozzá a leghíresebb varázslót, hiába volt a varázsló minden tudománya, szép lány meghalt. A vörös róka nem tehetett róla, üvöltésével igazán nem akarta elpusztítani a szépséges lányt. Mikor megtudta, hogy meghalt a lány, akit szeretett, vörös róka hazament, behúzódott a legsötétebb sarokba, bánkódott, s szavát sem lehetett venni. A törzsfőnök háza előtt közben összegyűlt az egész törzs, arról tanácskoztak, hogy s mint legyen a szépséges lány temetése. Ha a földbe tesszük, mondta egyikük, még megtörténhetik, hogy a vörös róka kikapalja, s fölfalja a testét. Jobb lesz, ha egy magas lombjai közé visszük fenn, a magasban nem fogja keresni a vörös róka. Így is történt. A temetésre meghívták a vörös róka öreg anyját is, az meg nyomban elmondta az unokájának, hogy hol van a szépséges lány sírja. Következő éjszaka kilopakodott a házukból, elment a magas fához, annak a tövében leült, s egész éjszaka nézte halott szerelmesét. A szépséges lány arca olyan barátságosan mosolygott rá, mint életében soha. De ahogy megvirradt, eltűnt róla a sugárzó mosoly, ismét halotti sápadt, szomorú lett a szép arc.
Hazament a vörös róka, otthon meghúzódott a legsötétebb kuckóban, búslakodott, szavát sem lehetett venni. Amikor az öreg anyja megkérdezte, vajon az éjszaka nem azért mente el, hogy megkeresse a szépséges lányt, a vörös róka csak ránézett az öreg anyjára, nem szólt egy árva szót sem. Ült, tétlenül, várta, hogy elmúljon a nap, leereszkedjék a sötétség, s elaludjon az öreg anyja. Ahogy az elaludt, a vörös róka ismét elment hazulra, ment, sietett a magas fához, ismét egész éjszaka nézte a halott szerelmese sugárzó szép arcát, s ismét csak a virradat űzte haza, a virradat, mikor ismét halott és sápadt szomorú lesz ez a szép arc. S így teltek mind az éjszakák. A vörös róka se nem evett, se nem ivott, s csak nappalonként aludt egy keveset. Éjszakánként nem vadászott, nem járt zsákmány után, ült a magas fa alatt, s míg a virradat el nem űzte onnan, nézte a szépséges arcot. Egy napon aztán észrevette, hogy a lány arca egyre elevenebb, egyre színesebb, s azt is látta, hogy virradattal nem lesz olyan szomorú, olyan sápat, mint az első napokban. Mikor hazament, így szólt az öreg anyjához. Öreg anyám, add ide a pipámat, jól tömd meg, hogy szép nagy füstfelhőket eregethessek. Jól van, mindjárt adom a pipádat, mondta az öreg anyja. Végre, hogy megjött a kedved, mióta meghalt az a szépséges lány, te egyre csak búslakodtál, se nem ettél, se nem ittál, már féltem, hogy maholnap jártányi erőt sem lesz. Vörös róka kényelmesen elhelyezkedett a kunyhó legmelegebb sarkában, s hatalmas füstfelhőket eregetett. Amint elszívta a pipáját, kivette belőle a hamut, fölállt, kihúzta magát, s arra kérte az öreg anyját, hogy nyomban lásson neki, s szép tisztára takarítsa ki a kunyhót, de ragyogjon ám minden, mert ő még a mai napon asszonyt hoz a házhoz, szép fiatal feleséget. Örült az öreg anyja, hogy ne örült volna, seprült, ragadott, kisepelte az egész kunyhót, aztán tükörfényesen sulolta a fazekakat, s szépen a helyére tett mindent. Ahogy elkészült, lépteket hallott, a kunyhó felé közelgett valaki. Kerülj bejjebb, lányom, kiáltott ki az öreg anyó. Egy árnyalak állt meg a küszöbön, mint a kődből, párából lett volna. De nagyon hasonlított a szépséges halott leányhoz. A vörös róka öreg anya álmélkodva nézte az árnyalakot, az lassan húsvértestet töltött. A szépséges lány maga állt a küszöbön, s kisváltatva meg is szólalt, azt mondta, hogy ő a vörös róka feleséges, most már szeretne mindörökre itt maradni, itt a vörös róka kunyhójában. Eltett néhány hét, s a törzsfőnök fülébe jutott a hír, hogy szépséges leánya ott él a vörös róka kunyhójában. Az a ravasz föltámasztotta a lányomat, de ahhoz már még sincs joga, hogy mint feleséget ott tartsa magánál, bizony nincs hozzá joga, mert én a legislegszebb állatnak, a szarvasnak ígértem a lányomat. Most, hogy a lányom ismét él, a szarvas követelni fogja, hogy tartsam be adott szavamat. Így beszélt a törzsfőnök, majd összegyűjtötte egész népét, valamennyien a vörös róka kunyhójához mentek, csak a szarvas maradt kint. A szokás úgy kívánta, hogy a vőlegény ne lépjen be a mennyasszony házába. A szépséges lányt elvették a vörös rókától, kivitték a kunyhó elébe, s fölültették a szarvas hátára, az pedig vágtatott vele haza. Csak mikor a háza elé ért, csak akkor vette észre, hogy a szépséges lány útközben leugrott a hátáról, s visszatért férjéhez, a vörös rókához. A törzsfőnök mindent elkövetett, hogy a lányát eltávolítsa a vörös rókától, próbálkozott szép szóval, próbálkozott erőszakkal, minden hiába volt. Végül már az állatok sem voltak hajlandók segíteni a törzsfőnöknek. Igaz, hogy a vörös róka vonyításakor betegedett és halt meg a szépséges lány, mondták a bölcs állatok, ez igaz, de az is igaz, hogy a vörös róka annyira szerette őt, hogy még a halál sem szakíthatta el tőle. Várt, mindig visszavárta a szépséges lányt, addig várt, míg az vissza nem tért az élők közé. Most már csak éljenek együtt boldogan, a vörös róka meg a szerelmes a szépséges lány. Így beszéltek a bölcs állatok, s ezentúl senki sem háborgatta a vörös rókát, meg a halálból visszavált szépséges lányt. A bölcs állatok után egy rövid mese, néhány kevésbé bölcs állatról. Az a címe, az ostoba három állat. Egy fa alatt ült okos nyúl, és az élet dolgain töprengett. Így beszélt magában. Teli a világ bajjal, veszéllyel először is. Itt vannak a természeti csapások, a földrengés, a hegyomlás, a vihar. Aztán meg örökké fenyeget az éhség, a szűkölködés, a vízhiány. És harmadszor, szüntelenül rettegünk a tolvajoktól, rablóktól.
Mikor idáig ért az elmélkedésében, eszébe jutott, hogy fontos dolga van, és sietve útnak indult. Azt viszont nem tudta, hogy a szavait három állat kihallgatta. A bibic, a giliszta és a majom. Igen, ostoba volt mind a három, nem csoda, ha megijedtek a nyúl szavaitól. A bibic különösen a természeti csapásoktól rémült meg, könnyezve így szólt. Mi lesz, ha rám szakad az ég, amíg alszom? Ha ébren vagyok, még csak elrepülök, de ha álmomban szakad rám, halálra zúz. A giliszta az éhínség veszélyén töprengett, és ő is siránkozni kezdett. Mi lesz, ha elfogy a föld az én eledelem? Elpusztulok, elpusztulok. A majom meg a tolvajoktól reszketett, és egyre csak törölgette a szemét. A föld az én legértékesebb tulajdonom, de bizony inkább ott hagyom éjszakára és a falombjai közt alszom. Mert mi lesz, ha jönnek a tolvajok meg rablók, és álmomban kilopják alulam a földet? És mindazóta a bibic háton fekve alszik, két kis lábát az égnek emeli, hogyha az égbolt leszakad, lábával fönntarthassa. A giliszta azóta köpi vissza a megrágott göröngyöt, mert hát, ha nem lesz elegendő a föld. És a majom azóta mászik le háromszor a fáról minden éjszaka, hogy megtapogassa. Vajon nem lopták-e még ki alóla? Grimmese nincs, de egy ilyen majdnem Grimmese Szumátra szigetéről a két nővér. Volt egyszer egy ember meg egy asszony, s volt nekik egy lányuk, Damura. Az asszony banánba rejtette a lelkét, és jól ügyelt, hogy a kis zöld papagáj fel ne vághassa a banánokat a csőrével. A szomszédban lakott egy özvegyasszony a lányával. Azt tudta, hogy az asszony banánba rejtette a lelkét. Készített egy napon egy csodaszép babát, s amikor Damura a háza előtt játszott, úgy intézte, hogy Damura meg is lássa azt. Damurának nagyon megtetszett a baba, és magával szerette volna vinni. Az özvegy azonban nem adta oda. Hozd el nekem édesanyád banányait, mondta a kislánynak, ha akarod a babát. Damura kérte az anyját, hogy hadd adja oda a banánokat. Az anya azonban így szólt. Ha odaadod a banánokat a szomszédasszonynak, meg kell halnom, s a te életed is csupa bánat lesz. Másnap a kislány ismét az özvegy háza előtt játszott, s az megint megmutatta neki a babát, de ismét csak az édesanyja banányait kérte tőle cserébe. Damura búsan tért haza, és ismét kérlelni kezdte az anyját, hogy adja neki a banánokat. Az anyja először nagyon haragudott, aztán sokáig hallgatott, s végül odaadta a banánokat Damurának, hogy vigye el őket az özvegynek. Damura hazavitte a csodaszép babát, de mire hazaért, az édesanyja halott volt. Egy napon Damura együtt játszott az özvegy lányával. Az asszony így szólt hozzá. Milyen jó lenne, ha apád feleségül venne engem? Akkor mindig együtt lehetnétek, és egy házban laknánk. Damura elmondta az apjának, hogy mit mondott az asszony. Az apa így felelt. Ha megteszem, amit kérsz, nagyon szomorú lesz az életünk. Damura azonban addig kérlelte az apját, hogy vegye feleségül az özvegyet, míg az teljesítette lánya kérését. A mostoha eleinte jó volt Damurához, de később egyre rosszabbul bánt vele, ütötte, verte. Amikor Damura panaszkodott az apjának, az így válaszolt. Mondtam, hogy baj lesz belőle, most már késő. A mostoha állandóan dolgoztatta Damurát, hol fát kellett hordania, hol meg csalánt szednie a kacsáknak. Az édeslánya meg egész nap játszott. Ha Damura reggel első szóra nem ugrott ki az ágyból, verést kapott. Egyszer a mostoha elküldte Damurát a folyóra ruhát mosni. A leányka el is ment, de mosás közben a víz elvitte a mostoha egyik harisnyáját. Mikor otthon elmondta, hogy mi történt, a mostohája nagyon megvert, és visszakergette a folyóhoz. Haza nem eljönni a harisnya nélkül, kiáltotta utána. Damura bánatosan futkosott a folyóparton, és egyre a harisnyát kereste. Egyszerre csak egy nagy örvényhez ért, és az örvényben egy krokodil feküdt. Jó napot, krokodil anyó, szólította meg a kislány. Szerencsét, hogy anyónak neveztél, különben bizony felfaltalak volna, válaszolt a krokodil. Miért jöttél a házamhoz? Akkor Damura mesélni kezdett. A folyóban mostam, és a mostohám harisnyáját elvitte a víz. Nagyon megvert, és megparancsolta, hogy haza ne merjek menni harisnya nélkül. Ha csak ennyi a baj, felelte a krokodil, egy csöppet se búsulj. Ügyelj a gyerekemre addig, amíg megkeresem azt a harisnyát. A krokodil eltűnt a víz alatt.
Damura meg a karjába vette a kis krokodilt, ringatni kezdte, és altatódalt énekelt neki. Damura szavát halljad, Damura énekét halljad, aj kis krokodil, Damura téged altat. Illatod, mint a tömjén, illatod, mint a mósusz. Elhiheted Damurának. Közben a krokodil megtalált az elveszett harisnyát. Ahogy jött vissza, már messziről hallja, hogyan ringatja a kicsinyét Damura. Amikor visszatért, így szólt hozzá. Nagyon szép altatódalt énekeltél a kicsinyemnek, mit adjak érte? Csukd be szemed, nyisd ki szád, kapsz tőlem valamit. Mielőtt Damura elment, figyelmeztette. Ha útközben találkozol valakivel, ne szólj egy szót sem, csak akkor nyisd ki a szádat, ha már hazaértél. Hazament Damura. Útközben hiába szóltak hozzá az emberek, nem válaszolt. Csak akkor szólalt meg, mikor hazaért, s lám csak minden szavára aranypénz hullott a szájából. Miért hullik arany a szádból, ha beszélsz? Kérdezte csodálkozva mostoha. Damura elmesélte, mi történt vele, mi alatt a harisnyát kereste. A mostoha testvér is el akart menni a krokodilhoz, mert gondolta, hogy az majd őt is megjutalmazza. Lement hát ő is a folyóra ruhát mosni, és egy harisnyát szándékosan a vízbe ejtett. Keresésére indult, és kis idő múlva eljutott az örvényig. Ott feküdt a krokodil, és ez a lány is így üdvözölte. Jó napot, krokodil anyu! Szerencséd, leányom, hogy anyónak neveztél, válaszolta a krokodil. Különben bizony felfaltalak volna. Mondd el nekem, miért jöttél az én házamhoz. A lány így felelt. A folyóba ejtettem a harisnyámat, s most azt keresem. Ha csak ennyi a baj, felelte a krokodil, egy csöppet se búsulj. Vigyázz a gyerekemre, amíg én megkeresem azt a harisnyát. A mostoha testvér karjába vette a krokodil gyereket, de nem volt kedve énekelni. Aj, kis krokodil, te csúfságos krokodil, égtelen kis krokodil. Csúfságos jószág vagy, illatod nem tömjén, illatod nem morsulsz, dögletes szagod van, föltelmes szagod van, undok illatod van, elhiheted, ha mondom. Amikor a krokodil visszatért, és hallotta a csúnya szavakat, égtelen haragra gerjedt, így szólt a lányhoz. No, lányom, hallottam, milyen bölcsödalt énekeltél a kicsinyemnek, és még várod, hogy adjak érte valamit. Nos, csukd be a szemed, és nyisd ki szád. Azzal a krokodil egy darab földet dobott a lány szájába. Mikor aztán a lány hazafelé ment, megszólították. Felelt volna nagy büszkén, de minden szavánál sárhullott a szájából. Erre aztán nagyon elszégyelte magát. Egyszer a király nagy ünnepséget tartott, és felszólította alattvalóit, hogy ünnepeljenek vele. Az apa, az anya és a mostoha nővér el is mentek a bába, de Damurát otthon hagyták. Éjfél tájban elment a krokodilhoz, és elpanaszolta neki, mennyire szeretne elmenni a bába, de nincs szép ruhája. A krokodil megvigasztalta. Sose búsulj, töstent, itt leszek, és hozok neked valamit. És mielőtt Damura egyet szusszant volna, már is egy ragyogó ezüst ruhával tért vissza. Felvette a kislány az ezüst ruhát, és futott a királyi palotába, ahol még javában állt a bál. Ahogy belépett a terembe, mindenki megcsodálta. A királyfi mindjárt beleszeretett. Egész éjszaka együtt táncoltak. Kakas kukorékoláskor azonban Damura eltűnt. Visszament a krokodilhoz, visszaadta neki a ruhát, aztán ahogy a lába bírta, futott haza, vizet melegített és söpörni kezdett. Mikor kivilágosodott, hazatért az apa, az anya és a mostoha testvér. Mesélni kezdték Damurának. Éjfélkor jött egy királylány szín ezüst ruhában. Vajon melyik királylánya lehet? Kakas kukorékoláskor nyomtalanul eltűnt. Damura csak hallgatott, nem felelt egy szót. Este újra kezdődött a királynál az ünnepség. Az apa, az anya és a mostoha testvér megint elment, de Damurának otthon kellett maradnia. Éjféltájban jutott csak el a krokodilhoz, és megkérdezte, hogy megkaphatná-e az előző napi ruhát. Azt a ruhát, amit tegnap viseltél, nem kaphatod meg, még egyszer ma aranyruhát hozok neked. És mielőtt Damura egyet szólt volna, színaranyruhával tért vissza a krokodil anyó. Aranycipőket is hozott magával, és azt mondta, ha ezt a ruhát felveszed, nem sokára fel a férjhez mész. Damura felvette a ruhát, addigra a krokodil intett, és egy színarany hintó állt elő, Damura pedig egy szempillantás múlva a királyi palota előtt volt. Mikor belépett a terembe, mindenkit elvakított a ruhája ragyogása, de még annál is jobban a leányka szépsége. Jól mulatott, sokat táncolt az első kakaskukorékolásig.
Damura akkor kisurrant a teremből, beugrott a kocsiába, és el akart hajtatni. Abban a pillanatban azonban mellette termett a királyfi, és együtt hajtattak tovább. Damura azonban hirtelen lökött egyet a királyfin, hogy az kiesett a kocsiból. Egyik aranycipő a kezében maradt. Hazatérve Damura visszaadta a krokodil anyónak az aranyruhát, az egyik cipőt azonban nem tudta visszaadni, ez a királyfinál volt. Így szólt ekkor a krokodil anyó: ne búsulj utána, leányom, ez a cipő fog téged királynévá tenni. Damura otthon sietve felsöpörte a padlót, s vizet melegített. Amikor kivilágosodott, hazajött az apa, a mostohanya és a mostoha testvér. Elmesélték neki, hogy az ünnepségen megjelent egy királylány színarany ruhában, a királyfi utána ment, s elvette egyik cipőjét. Damura végighallgatta őket, de egy szót sem szólt. Másnap a király megparancsolta, hogy a falu minden asszonya lánya járuljon eléje, és próbálja fel a cipőt, akinek a lábára pedig illik a cipő, ha még oly szegény is a fia felesége lesz. Egy szempillantásnyi idő sem telt el, a királyi palota már is zsúfolva volt lányokkal, asszonyokkal. Damura mostoha testvére is elment, de persze a cipő nem illett a lábára. Már mindenki felpróbálta a cipőt, de senkinek se volt szerencséje. Ekkor az emberek elmondták a királynak, hogy van még egy lány, aki nem jött el a palotába, mert a mostohája nem engedte. A király azonnal Damuráért küldött. A lány felpróbálta a cipőt, s lásd csodát, az úgy illett a lábára, mintha ráöntötték volna. A király ekkor így szólt a fiához: Damura nagyon szegény lány, mégis feleségül akarod venni? Szegény vagy gazdag, felelte a királyfi, szavamat adtam, ő lesz a feleségem, senki más. A király ekkor megparancsolta, hogy mindent készítsenek elő az esküvői ünnepséghez. Mikor minden készen volt, így szólt Damura a királyfihoz: ha te is jónak látod, még egyszer elmegyek, de este idejében itt leszek. A királyfi beleegyezett, Damura pedig elment a krokodilhoz, és elkérte tőle az aranyruhát meg a kocsit. Megfürdött, felöltötte színaranyruháját meg az egyik cipőt, beszállt a kocsiba, és a palotához hajtott. A király, a királyné és a gyermekei látták, hogy Damura aranykocsival érkezett, most már senki se bánta, hogy a királyfi őt veszi feleségül. Nagy vidáman megülték a lakodalmat. A mostoha anya és a mostoha testvér azonban gyűlölte Damurát, mert királyné lett. Egy napon a mostoha testvér evezni hívta őt a folyóra, és amikor a víz közepére értek, kilökte a csónakból. Arra jött egy krokodil és elnyelte. Amikor a királyfi meghallotta, hogy Damurát egy krokodil nyelte el, a folyóhoz rohant, a vízbe vetette magát. Egyenesen az örvényhez úszott, ahol a krokodil anyó tanyázott, mert hogy szavamat ne veszítsem, Damura később mindent elmesélt a királyfinak. A királyfi illőn köszöntötte a krokodilok anyját. Jó napot, krokodil anyó! Szerencsét, fiacskám, hogy anyónak nevezték, különben bizony mondom, fölfaltalak volna. Mondd el, hát miért keresel engem? Ekkor a királyfi így felelt: Damurát elnyelte egy krokodil, azért jöttem, hogy segíts megkeresni. Irtózatos haragra gerjedt a krokodilok anyja, s tüstént hívta a folyó valamennyi krokodilját, felhangon kérdezte: ki merészelt hozzányúlni a leányomhoz, Damurához? Az egyik krokodil így felelt: én voltam az. Azonnal add vissza, kiáltott rá a krokodil anyó, különben téged is elpusztítalak. A krokodil kiköpte Damurát, és a krokodil anyó addig nyalogatta, amíg ismét életre nem kelt. Ekkor megparancsolta alattvalóinak, hogy Damurát soha nem merészeljék bántani. De ha valaki meglátja Damura mostoháját a folyóban fürdeni vagy mosni, az kapja be, tette még hozzá. Damura és a királyfi visszatért a palotába, nem sokkal később történt, hogy a mostoha testvér a folyóra ment fürdeni. Tüstént ott termett egy krokodil és bekapta. Amikor az anya megtudta, hogy mi történt, futott a folyóhoz és kereste a lányát. A krokodil azonban rávetette magát és őt is felfalta. Így történt, hogy a gonosz mostoha és a lánya a krokodilok vizében lelte a halálát, Damura pedig boldogan élt a királyi udvarban és apját is magához vette. Ez egy ilyen tündérmese volt. Ahogy az időt nézem, valószínűleg ez lesz az utolsó. Hogyan lett púpos a teve? És ez tényleg nem primitív mese, ezt Kipling írta. Ez a mese azt mondja el, hogyan kapta nagy pupját a teve.
Az esztendők legelején, amikor a világ még újdonat új volt, s az állatok éppen elkezdtek dolgozni az embernek, a teve ott élt egy ordító sivatagban, mert nem volt kedve dolgozni, más sem tett, mint ordítozott. Eltengődött kórón, kérgen, tüskén, szelíd csoborkán és szörnyürest volt. Ha valaki szólt hozzá, csak ennyit mondott, hupp. Csak ennyit, hupp, és semmi mást. Egyszer, egy hétfői nap reggelén felkereste a ló, hátán nyereg, szájában zabla, és így szólt. Hallod-e, teve, gyere elős, üges, mint mi többiek. Hupp, válaszolt a teve, mire a ló elment, s elmondta az embernek. Azután a kutya ment oda hozzá, szájában egy bot, s így szólt. Hallod-e, teve, gyere, szolgálj, futkos, mint mi többiek. Hupp, közölte a teve, a kutya pedig otthagyta, s elmondta az embernek. Végül az ökör kereste fel, nyakán az igával, s így szólt. Hallod-e, teve, gyeres, szántsá, mint mi többiek. Hupp, válaszolta a teve, az ökör pedig ment, s elmondta az embernek. És aznap este az ember összehívta a lovat, a kutyát, s az ökröt, s azt mondta. Kedveseim, ti hárman, én nagyon sajnállak titeket ezen az újdonatúj világon, de hát az a hupogató állat ott a sivatagban nem tud dolgozni, mert ha tudna, ő is itt volna. Így hát sorsára hagyom ott magában, nektek pedig dolgoznotok kell helyette is. Ez nagyon feldühítette ezt a hármat, ezen az újdonatúj világon, és ott a sivatag szélén kupak tanácsot tartottak. A teve pedig odaállított, felette szörnyű lustán, csoborkát kérődve, csak nevetett rajtuk. Aztán azt mondta, hupp, és faképnél hagyta őket. Éppen arra vetődött a dzsinn minden sivatagok őre. Porfelhőben száguldott, a dzsinnek mindig így utaznak, mely így varázslatos, és elkezdett tanakodni és ugni-bugni hármukkal. Minden sivatag dzsinnye, kezdte a ló. Rendjén való-e, hogy valaki ezen az újdonatú világon semmit se tegyen? Ha persze, hogy nem, felelte a dzsinn. Nos hát, folytatta a ló, van egy jószág, ordító sivatagot kellős közepén, ő maga is ordító, nyaka hosszú, lába hosszú, s még két szalmaszálat nem tett keresztbe hétfő reggel óta. Nem akar ügetni. Tű, mondta Jean süvöltve, Arábia minden aranyára, ez az én tevém, s ugyan mit mond? Csak ennyit, hupp, mondta a kutya, s nem akar szolgálni, futkosni. Semmi más nem mond, csak ennyit, hupp, mondta az ökör, s nem akar szántani. Nagyon jó, mondta a dzsinn, majd adok én neki húpot, csak szíveskedjetek várni egy pillanatig. A dzsinn becsongolyodott porlebernyegébe, átszáguldott a sivatagon, s rá is akadt a tevére, szörnyű lustálkodásában bámulta éppen a maga tükörképét egy pocsolyában. Hosszú és csukladozó barátom, szólt a dzsinn, hogy azt hallom rólad, hogy semmit se dolgozol ezen az újdonatúj világon? Hupp, jelentette ki a teve. A dzsinn leült, állát tenyerébe fogta, és elkezdett tűnődni valami nagy varázslaton, miközben a teve tovább bámulta a pocsolyában a maga tükörképét. Hétfő reggel óta külön munkát végeztettél három társaddal, csak azért, mert szerfelett lusta vagy, mondta a dzsinn, állát tenyerébe hajtva, s tovább tűnődött a varázslaton. Hupp, állapította meg a teve. Nem mondanám többet, ha neked volnék, mondta a dzsinn, ami sok, az sok, te csukladozó, munkára foglak. A teve megint csak azt mondta hupp, de hamarosan látnia kellett, amint büszkén tartott hátára nézett, hogy elkezd nőni, dagadni, míg csak egy hatalmas rengő púppá nem dagadt. Látod, kérdezte a dzsinn, ez a te saját hupod. Semmit tevéseddel vontad magadra. Ma már csütörtök, de hétfő óta, amikor a munka elkezdődött, semmi nem sok, annyit sem dolgoztál. Most pedig elmész dolgozni. Hogyan mehetnék, kérdezte a teve ezzel a huppal a hátamon. Ezt mind csak azért kaptad, mondta a dzsinn, mert három napot elhenyéltél. Most aztán három álló napig is el tudsz dolgozni, étlen, mert táplálkozhatsz a huppodból. És sohasem erd azt mondani, hogy semmit sem tettem érted. Gyere ki a sivatagból, eredj ahhoz a háromhoz, s becsüld meg magad, te hupos. Azzal a teve megrázta a púpját, s azon púposan elkocogott a háromhoz. Ettől a naptól fogva a teve púpot visel mind a mai napig,
és hogy ne sértődjék meg, nem húposnak, hanem púposnak hívjuk. De azt a világ kezdetén elhenyélt 3 napot azóta sem pótolta, s nem tanulta meg az illedelmességet. Most körülbelül 10 perc van hátra tervezett 1 órából, és egy 15 perces mese van. Nils Holgersson egyik fejezete az elejéről. Ha még... Köszönöm szépen! Tornyos fellegi akka. Este. A nagy házigúnár ugyancsak büszke volt, hogy a vadludakkal repül a szkónai síkság felett, és csúfolhatja a háziludakat. De ha még olyan boldog volt, és délutánra lankadni kezdett, fogyott az ereje. Próbált mélyen lélegezni, szaporában emelgette szárnyát, de így is sok lúdhosszal elmaradt a csapat mögött. A leghátul repülő vadludak észrevették, hogy új utitársuk nem bírja a tempót, és előre kiáltoztak a vezérüknek, aki az ég hegyén repült. Akka, akka, tornyos felegi akka! Mit akartok tőlem? A fehér elmarad, a fehér elmarad! Mondjátok neki, hogy repüljön gyorsabban, úgy könnyebb, mint lassan, kiáltott hátra a vezérlúd, és kinyújtott a nyakát, csak úgy, mint addig. A gúnár megpróbálta követni a tanácsot, és gyorsabban repült, de elfogyott az ereje, hanyatlani kezdett, már-már a nyesett sövény súrolt a szárnyával a legelő szélén. Akka, akka, tornyos fellegi akka, kiáltoztak a leghátsók, mert látták, hogy a gúnár nem bírja tovább. Mi a baj már megint? Kérdezte bosszusan a vezérlúd. A fehér a földre hanyatlik, a fehér a földre hanyatlik. Mondjátok meg neki, hogy könnyebb magasan repülni, mint lejjebb, kiáltott hátra akka, és egy gondolattal se lassította repülését. A gúnár ezt a tanácsot is igyekezett követni, de ahogy feljebb akart emelkedni, elszorult a lélegzete, azt hitte megpattan a melle. Akka, akka, kiáltoztak a közelében szállok. Ennyiát repülni se hagytok nyugodtan, türelmetlenkedett a vezérlúd. A fehér lebukik, a fehér lebukik. Mondjátok neki, ha nem tud a csapattal tartani, elmehet, kiáltott a vezérlúd, és eszeágába se volt lassítani. Óhó, hát így vagyunk, gondolta a gúnár, és rögtön kitalálta, hogy nem is akarják őt elvinni lapföldre, tréfából csalták el magukkal. És éppen most hagyja cserben az ereje, nem mutathatja meg ezeknek a csavargoknak, hogy a házilúd is valaki. De ami ennél is nagyobb baj volt, tornyos felegi akkával akadt össze, mert ha udvaron élt is addig, akkáról a 100 esztendős nagy tekintélyű vezérludról azért sokat hallott. Jól tudta, hogy csak a legeslegkülön vadludakat fogadja csapatába, és mélységesen megveti a háziludakat. Bizony szívesen megmutatta volna neki, hogy felér egy vadluddal. Lassan követte a csapatot, és már tanakodott, ne forduljon-e mégis vissza, amikor hirtelen megszólalt a hátán a csöpség. Édes Márton gúnár, belátod ugye, hogy aki soha életében nem repült, az nem utazhat a vadludakkal Lappországba. Fordulj vissza, mielőtt megszakadsz. No, Márton gúnárnak mindig szálka volt a szemében a gazdája fia. Ez a szegény kis tök mag, mert kételkedni az erőmben gondolta, és abban a pillanatban eltökélte, hogy igenis kitart. Ha csak egy szót is szólsz, még a hazamenésről ledoblak az első tócsába, ripakodott rá, és a bosszúságtól úgy megjött az ereje, hogy majdnem éppen olyan sebesen repült, mint a többi. Sokáig bizonyosan nem győzte volna, de most már nem is kellett, mert alkonyodott, és mihelyt a nap leszállt, vadludak meredeken leereszkedtek. Nézd csak azt látta, hogy egy tó partján állnak, azt se tudta, hogy kerültek oda. No, akkor úgy látszik, ma itt éjszakázunk, gondolta, és leszökött a gúnár hátáról. A tavat nézte a keskeny fővenypartról. Nem valami szép látvány volt. Piszkos szürke össze-vissza hasadt, gidres-gödrös jég borította amolyan tavasz jég. Látszott rajta, hogy már végét járja, mindenütt elvált a parttól, széles barna vízgyűrű fogta körül. De azért még jég, és amíg jég, hideget borzongató telet áraszt. A túlsó parton szépen megművelt földeket látott Nils, de itt, ahol a ludak letelepedtek, jókora ültetett fenyves erdősötét lett.
mintha a tűlevelű fák valamilyen bűvös erővel magukhoz kötnék a telet, körös körül mindenütt csupaszon barnálott már a föld, de a terebélyes fenyők alatt megmaradt a hó, sokszor elolvadt, és újra megfagyott keményre, akár a jég. Hová kerültem, hiszen ez az örök tél országa, rémült el Nils, és alig tudta visszafojtani a sírást. Éhes is volt, egész nap egy falatot sem evett, de honnan vegyen itt ennivalót? Márciusban még nincs érett bogyó se gyümölcs. Bizony, hogy szerez ennivalót? Ki fogadja be a házába, ki vet neki ágyat, ki ülteti tüzéhez melegedni, és kivédi meg a vadállatoktól. A nap már leáldozott, és a tó csak úgy ontotta a hideget. Lassan leereszkedett a szürkület, nyomában a félelmes éjjeli sötétséggel. Az erdőben itt is, ott is recsent, roppant valami. Most aztán oda lett a vígkedve, szorogva nézett körül, hogy hol a gúnárja. Az az egyetlen, akiben bízhatik. Akkor látta, hogy a gúnár még nálánál is nagyobb bajban van, ott fekszik, ugyanazon a helyen, ahová leereszkedett, és mintha már halófélben volna. Nyaka elnyújtva a földön, szemet csukva, lélegzete még csak gyenge sziszegés. Édes Márton, gúnár biztatta, próbálj egy korty vizet inni, ha két lépés ide a tó. De hiába beszélt neki, meg sem mozdult. Nils azelőtt emberkorában nem szerette az állatokat, sokat bosszantotta Mártont is, de most már senkie se volt ezen a kerek világon, szörnyen megijedt, hogy elveszítheti. Rángatta, taszigálta, és kinnal bajjal, de valahogy mégis letuszkolt a tóhoz a nagy, nehéz gúnárt. Márton fejjel ért a vízbe. Egy pillanatig mozdulatlanul feküdt, de aztán feldugta csőrét, kirázta szeméből a vizet, prüszkölt és büszkén elúszott a nádasok között. A vadludak már régen a vízben voltak. Nem törődtek se a gúnárral, se a lovassával, begázoltak a tóba, megfürödtek, megtisztálkodtak, és most nagyon nagyban nyelték a rothadt hinált vidrafüvet. Márton gúnárnak szerencséje volt. Mindjárt meglátott egy apró halacskát, gyorsan megfogta és vitte a partra, letette a gyerek elé. Nesze, neked hoztam, amiért segítettél. Nils még senkitől egy jó szót nem hallott egész nap, ez volt az első. Megölelte volna a gúnárt, ha nem Restelli. Na meg a halnak is örült. Előbb azt hitte, hogy nem bírja nyersen megenni, de aztán megkívánta. Hátra nyúlt a nadrág gombjához a bicskájáért. Ott lógott a gombon, a rendes helyén, csak sokkal kisebb lett, alig gyufaszálnyi. Se baj, a halat azért meg tudta tisztítani vele, és egy-kettőre el is költötte a vacsoráját. Mikor már jól lakott, nagyon szégyelte, hogy nyers halat evett. Ebből is látszik, hogy törpe vagyok, és nem ember, bánkódott. A gúnár szótlanul állt mellette, amíg evett, de aztán megszólalt nagyon csendes hangon. Ugyancsak barátságtalan lúdcsapathoz kerültünk, ezek mélységesen megvetik a házi ludakat. Azt én is észrevettem, mondta Nils. Nagyon megnőne előttük a becsületem, ha kitartanék lapföldig, megmutatnám, hogy a házi ludtól is telik valami. Igen, ez igaz, felelte Nils bizonytalanul, mert nem hitte, hogy sikerül neki. De magam alig, ha vállalkozhatom ilyen nagy utazásra, azt akartam kérdezni tőled, hogy nem segítenél-e nekem, nem tartaná-e velem. Nils ilyesmire nem is gondolt addig, azt hitte, mihelyt lehet, visszafordulnak és mennek haza. Úgy meglepte az ajánlat, hogy hamarjában nem tudott okosabbat felelni. Azt hittem, nem vagyunk jó barátok, de a fehér gúnár erre már nem is gondolt. Ugyan már, hiszen most te mentetted meg az életemet. No, és hát nekem mégiscsak haza kell mennem a szüleimhez. Hát persze, ősszel haza is viszlek. Nem hagylak el, amíg apád küszöbére le nem tettelek, azt megígérem. Elnye, talán jobb is, ha most egy darabig nem kerülök a szemük elé, gondolta Nils. Mindjárt megtetszett neki a terv, és éppen meg akarta ezt mondani a gúnának, mikor valami dübörgést hallott. A vadludak jöttek ki a tóból, mind a 13-an egyszerre, és a parton megálltak, lerázták magukról a vizet. Aztán felsorakoztak, élükön a vezérluddal, és elindultak feléjük. A fehér gúnár bizony meghökkent, mikor így közelről látta a csapatot. Mintha nem is volnának rokonságban a láziludakkal, egészen más formák. Fehér egy sincs köztük, a torruhájuk szürke, helyenként barna rajzolatokkal. És a szemük szinte ijesztő. Sárga szemük van, és világít, mintha tűz égne mögötte. Őt mindig úgy tanították, hogy totyogva lépkedjen egész talpa, ezek meg nem is lépnek, hanem ugrálnak. Na és a lábuk attól ijedt csak meg igazán. Nagy lábuk volt, és a talpuk tépet össze-vissza harsogatott. A lábukon meglátszott, hogy nemigen nézik, hová lépnek, és nem szeretik a kerülőt. Máskülönben takarosak, tiszták voltak, de lábuk elárulta, hogy szegény csavargók.
Éppen, hogy ezt a pár szót fülébe sughatta még Nilsnek. Bátran felelj, ha kérdeznek, de hogy ki vagy, azt meg nem mond. És már oda is ért a csapat. Megálltak előttük, és nyakukat háromszor meghajtották. A gúnál is úgy tett, csak ő még többet hajlongott. Aztán, mikor az üdvözléssel végeztek, megszólalt a vezérlód. És most mondjátok meg, kik vagytok, mik vagytok. Magamról keveset mondhatok, felelte a gúnár. Tavasszal születtem Skanörben. Fél éves koromban megvett Holger Nilsson, azóta ott éltem az ő udvarukban. Látom, a nemzetséged nem valami híres, mondta a vezér úr. Mivel büszkélkedel hát, hogy a vadludakkal kívánsz társalkodni? Talán csak szeretném megmutatni nektek, hogy házi lúdtól is telik egy és más. Hát, igen, szép volna, ha ezt megmutatnád, hogy a repülésben mester vagy, azt láttuk. De talán valami másban többre vitted. Úszóbajnok vagy te? Nem, úszóbajnoknak nem mondhatom magam. Márton most már bizonyos volt benne, hogy Akka hazaküld, és nem válogatta meg a szavait. A liba úsztatót átúztam, az igaz, de nagyobb vízzel még eddig nem volt dolgom. Talán az ugrásban tüntetett ki magad? Sose ugráltam, nem is láttam soha ugróháziludat, felelte Márton, a rosszat rosszal tetézve. Nem is kételkedett, hogy a vezérlud kiadja az útját. Annál nagyobbat nézett, amikor most ezeket a szavakat hallott a szájából. Bátran felelsz, látom, és a bátor ludból jó útítás várhat, még ha eleinte ügyetlen is kicsit. Ha akarsz, pár napig maradj most már velünk, hadd lássuk, mire mész. Szívesen maradok, felelte a gúnár boldogan. Akka a gyerekre mutatott csőrével. És ez itt kicsoda ez a fura szerzet. 100 évet megértem, de hozzá hasonlót nem láttam még soha. Régi jó pajtáson, felelte a gúnár, amióta megvan, mindig libát őrzött. Azt hiszem, jó hasznát vehetjük az úton. A házi ludnak tán jó, ha őrzője van. A nevét hadd tudjam. Sokféle neve van, felelte Márton bizonytalanul. Hamarjában nem tudta, mit találjon ki, mert az emberi nevet nem akarta elárulni. Mi Babszemnek hívtuk, mondta végül. Tán bizony a törpék családjából való, tudakolta a vezérlud. Mikor van nálatok az alvás ideje? Próbálta másra terelni a szót a gúnár. Aki ránézett a vezérludra, mindjárt tudhatta, hogy igen-igen öreg. Torruhája végig sima szürke volt, a feje nagyobb, lába bütykösebb, talpa még tépettebb, mint a többié, tollai merevebbek, válla csontos, nyaka vékony. Csak a két szemén nem fogott az idő. A szeme tisztább fényű, valósággal fiatalabb volt, mint akármelyik társáé. Gőgösen végigmérte a gúnárt. Tudd meg, fehér gúnár, hogy tornyos felegi Akka áll előtted. Aki jobbomon áll, az tószegi Üksi, mocsárháti Kaksi az első bal felől. Jobbról a második nádasháti Kolme, balról a második láposheti Nelja. Ez Vándori Kuszi, a harmadik jobbról Bagolyvári Viszi, a harmadik balról. A fiatal libák két oldalt leghától mind jó hegyvidéki családokból valók. Nehogy azt itt tehát, hogy szegény csavargó népséggel van dolgod, akik összeállnak holmi jött mentekkel, és nemzetségüket nem is tudakolják. Nilset bántotta, hogy a gúnár a maga nevében olyan nyíltan, bátran felelgetett, de most, hogy ő felőlre kérdik, kerülgeti a szót. Megvárta, míg Akka elhallgat, és akkor előre lépett. Nem akarom titkolni, ki vagyok, nevem Nils Holgersson, apám Zsellér, és mostanáig én is ember voltam, de ma reggel... Tovább nem jutott, mert mihelyt az ember szót kimondta, Akka három lépést hátrált, és ludai még messzebb húzódtak. Kinyújtott nyakkal, mérgesen sziszegett rá mind a 13. Gyanakodtam mindjárt, mihelyt megláttalak, és most hord el magad, embernek közöttünk nincs helye, nem tűrjük. Őszintén csodálom, hogy ilyen csöpségtől féltek ti vadludak, szólt közben Márton gúnár. Holnap majd hazamegy, de most éjszakára ne zavarjátok el. Ne hagyjuk magára szegényt a vadonban, ahol róka mennyét medve farkas kószál. A vezérlud erre közelebb jött, de látszott rajta, hogy nehezen küzdi le félelmét. Ami emberforma, az mind veszedelmes, ha még oly csepp is. Ezt már megtanultam, így is tanítottak. Ám legyen, reggelig maradjon közöttünk, ha te biztosítasz, hogy nem bánt bennünket. De hogy tetszik majd a szállás, azt nem tudom, mert mi vadludak az úszó jégen alszunk kinató közepén. Biztosan azt hitte, hogy ezzel megingatja a gúnát, de annak szemese rebbent.
Csak dicsérhetem az okosságotokat, hisz odakint a jégen biztos helyen vagytok. Szóval, kezeskedel, hogy holnap hazamegy? Igen, csak hogy akkor én sem maradhatok. Megígértem neki, hogy nem hagyom cserben. Szabadon döntöd el, itt maradsz-e vagy sem, mondta a vezér Lud, és szárnyra kerekedett, kirepült a tóra. Ludai követték. Nils szomorkodott, hogy ilyen formán semmi se lesz a lapföldi utazásukból, no meg a jéghideg éjjeli szállástól is félt. Jaj, Márton Gunnár, ez egyre rosszabb, panaszkodott. Először is megfagyunk ott kín a jégen. De a Gunnár rózsás kedvében volt. Nem lesz semmi bajod, csak szedj össze kérlek annyi szénát, füvet, amennyit a karod bír. És mikor Nils visszajött a szénanyalábbal, megfogta hátul az inge nyakánál, és kirepült vele a jégre, ahol a vadludak már régen aludtak, csőrüket szárnyuk alá dugva. Na most terítsd ide a jégre a szénát, hogy arra állhassak. Segítsünk egymáshoz, akkor boldogulunk. Mikor Babszem elkészült a munkával, a Gunnár megint nyakon fogta és bedugta a szárnya alá. Így, itt nem fázol meg, jó melegen leszel, mondta, és gyengéden megszorította szárnyával. Nils szinte elsüllyedt a pihében, úgyhogy felelni se tudott, de csak ugyan megmelegedett, és olyan fáradt volt, hogy tüstént elaludt.